Hát te ki vagy? Igen, elég szívboros, hogy szegény, mint a király. Hát ha oly szegény vagy, jobb vágynak, mint az királynak, akkor éppen kottus vagy. Mit akarsz? Nagy sikerrel játszotta a Békés Csabai Jókai Színház társulata a megyeszékhelyen, vendégszereplőként pedig hazánkban, illetve határon túl is Shakespeare modern formában átdolgozott művét, a Lír királyt. A Mindentudás Színházi Egyetemének első idei előadásán Kállai Géza egyetemi tanár beszélt az eredeti műről. Elmondta, a dráma beleillik egy olyan sorozatba, amely férfiak különböző életfázisaiban és élethelyzeteiben rejlő tragikus történeteket mutat be. A Lír király Shakespearenek egy olyan tragédiája, ami tulajdonképpen beleillik egy sorozatba, ez 1600 körül kezdődik a Hamlettel, és aztán folytatódik az Otellóval, és végül véget ér a Lír király után közvetlenül a Macbettel. Ezekről úgy szoktunk beszélni, hogy a négy nagy tragédia. A széksorok között helyet foglalók megismerhették, hogy a főszereplőnek hány szerepet kell eljátszani a saját karakterében, és miként kapcsolódik össze az apa és a király tragédiája. Kállai Géza elmondta, hogy Shakespeare korában első Erzsébet halála után kérdésessé vált a királyság intézménye, amit maga a dráma is nagyon jól bemutat. Az érdeklődők szembesülhettek azzal is, hogy a történetben az apa-lánya konfliktuson keresztül a király a saját csapdájába esik. Azt látjuk, hogy akkor is baj van, ha Cordelia beszél, és akkor is baj van, hogyha nem beszél. Tehát Lírnek sikerül egy ilyen lehetetlen szituációt létrehozni, ugyanis ha Cordelia nem beszél, akkor engedetlen. Ha pedig beszél, akkor lejárat minden szót. A nagyobbik nővérek hamis szavai után Cordeliának nincsen tere, amiben megszólalhatna. Ezért Lír tulajdonképpen egy saját magának állít egy csapdát, amiből aztán csak a katasztrófán keresztül van kiút. A történet napjainkra ható üzenetével kapcsolatosan az előadó elmondta, manapság is sokszor találják magukat a szülők szembe Lír problémájával, mely szerint eljön az az idő, amikor a következő generáció mondja meg a szülőknek, mit kellene vagy mit kellett volna tenniük, hogy helyesen cselekedjenek.